A belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatósága közleményt adott ki, miszerint a tavaly szilveszter időszakban 37 tűzesetet okozott a tűzijátékok használata. Volt, ahol épület vagy autó gyulladt ki, azonban legtöbbször pirotechnikai eszközök égő maradványaihoz érkeztek a tűzoltók. Miskolcon egy 10 emeletes társasház egyik lakása égett ki, ott a gyerkére hullott tűzijáték okozta ezt a kellemetlenséget. Egyébként ott ideiglenesen 40 lakónak kellett elhagyni az otthonát, továbbá 5-en füstmérgezés is szenvedtek. Tolna vármegyében pedig Bonyhádon kellett egyszer vonulni a tűzoltóknak, itt 20 méter hosszan egyébként dísznövények kaptak lángra, itt a város hivatásos továbbá az önkéntes tűzoltói oltották el a keletkezett lángokat, és Szekszárdon is kellett vonulnia egy égő bokorhoz a vármegye székhelyünk tűzoltóinak, ott is természetesen azonnal kiértek a helyszínre, és így sikerrel jártak. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, a megelőzés érdekében a pirotechnikai termékeket a megfelelő helyről szerezzük be, kerüljük az autó csomagtartójából árult tűzijátékokat, ne vásároljunk aluljáróban, piacon. A vásárlásra december 28 és 31-e között van lehetőség az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz. A termékeken található használati utasítást figyelmesen olvassuk el, és kövessük a benne szereplő előírásokat. Ebben információk lesznek a pirotechnikai termék elműködtetésével kapcsolatban, arra vonatkozóan, hogy ez pontosan milyen irányba fog elműködni, mekkora védőtávolságot kell tartanunk, ez is nagyon fontos, és milyen egyéb óvintézkedéseket kell annak érdekében megtennünk, hogy elkerüljünk egy esetleges problémát. Minden esetben kerüljük egyébként az épületek mellől vezetékek vagy fák alól történő elműködtetését ezeknek a termékeknek. Ezeknek a tárolása is vannak vonatkozó szabályok. A szakember hangsúlyozta, az eszközöket biztonságos helyen tároljuk, ne tegyük fűtőtest tűzhely közelébe. Fontos, hogy olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem érheti víz, illetve napfény. Gyermekek, valamint házi állatok sem férhetnek hozzá. Ne használjuk a tűzijátékot, ha víz érte, mert nem biztonságos a működtetése. Fokozottan ügyeljünk kisállataink védelmére, tartsuk bent a lakásban, házban, ha erre nincs lehetőség, olyan helyre zárjuk be őket, ahonnan nem tudnak megszökni. Csippel és a megfelelő oltással legyenek ellátva, az adatainkat tartalmazó bilétát helyezzük el rajtuk.